Ezzel a kísérlettel az elektromos erővonalakat szeretném szemléltetni. A Van de Graaff generátorral, amit itt láthatok, nagyon nagy feszültséget, nagyon nagy statikus elektromosságot tudunk létrehozni. Itt erre a fém gömbre vagy fémteste vezeti ki tulajdonképpen a pozitív töltéseket, és a negatív töltésekhez pedig innen férhetünk hozzá. A Van de Graaff generátort meg lehetne hajtani mechanikusan is, azonban egy villanymotor van beleépítve, és azért van itt az feszültség átalakító, ezzel hajtjuk meg. És hogyha elindítom a Van de Graaff generátort, majd látni fogjátok nem sokára, hogy elég komoly szikrák jöhetnek itt léte a két kivezetés között. És hogyha működésbe hozzuk, akkor töltéseket halmoz föl, ez a fémhengeren pozitív töltéseket, alul pedig negatív töltéseket, amikkel elég komoly szikra is létrehozható akár. Ába ricinus olajat töltöttünk, és a ricinus olajba búzadala szemcséket szórtunk. Az elektromos töltéseket ezekre a fém testekre fogom majd vezetni, és megnézzük majd, hogyha a Van de Graaff generátort bekapcsoljuk, akkor milyen módon rendeződik az elektromos mező hatására. Talán jól látszik, hogy milyen erővonal szerkezet alakult ki. A búzadala szemcséket látszerűen vonalakba rendezte az elektromos mező, úgy, hogy az egyik töltéstől a másik töltésig tartanak. Tehát az erővonalak töltésből indulnak ki, és töltésben végződnek. Most pozitív töltést fogok rávinni. Köszönöm szépen! Azt hiszem jól látszódott, hogy ismét ugyanolyan módon sugár alakban, vonalakban rendeződtek a búzadala szemcsék. Tehát, hogyha a közelben nincsen másfajta töltés, akkor egy pontszerű töltésből sugár irányba, a tér minden irányába indulnak ki a búzadala szemcsék, illetve az elektromos erővonalak. Vajon rendeződnek-e a búzadala szemcsék akkor is, hogyha egy ilyen rót kerettel, ilyen kis különálló szigetet hozunk létre ebben az edényben. Indíts be, légy szíves. Köszönöm szépen. Azt hiszem jól látszik, hogy a drótkeret azt a térrészt, amit körbekerít, az szinte leárnyékolja, és onnan kizárja az elektromos erővonalakat. Ezt a jelenséget gyakran használjuk, az árnyékolás jelenségét, akár az autóknál, akár pedig az elektromos jeltovábbításnál. Gondoljatok a coax kábelre. És még egy szerkezetű elektromos mezőt szeretnék megmutatni. Azt, hogy milyen módon rendeződnek a búzadala szemcsék akkor, hogyha két párhuzamos fém lemezre viszem az ellentétes töltéseket. Ilyen szerkezetű elektromos mező például egy lemez kondenzátor két fegyverzete között alakulhat ki. Talán látszik, hogy nagyjából párhuzamos vonalakba rendezte a búzadala szemcséket az elektromos mező. Ha párhuzamos, egyenletes sűrűségű erővonal szerkezettel találkozunk valahol, akkor azt mondjuk, hogy homogén mező jött létre, ami azt jelenti, hogy ennek a mezőnek bármely pontjába elhelyezve ugyanazt a töltést, arra ugyanolyan irányú és ugyanolyan nagyságú erőt fejtene ki az elektromos mező.